Sziasztok, Zolán vagyok, köszönöm, hogy ott van, brit párbaj lesz Mr. ellen. Hello mindenki! Van előttünk egy doboz, amit meg lehet nyerni, és 2 Palini 24-es csomag. Ugye a brit párbajnak a lényege az lesz most, ugye lesz egy-egy csomagunk, és ugye van 6 darab kártyánk, és ugye mindenkinek van egy összértéke, és azt fog nyerni, akinek magasabb az összértékei. Tehát a 6 kártyából akinek legtöbb pont, összértékű pontja lesz, vagy ilyesmi. Az nem, még én sem tudom. Na jó, de összehozunk úgyis ezt is. Ez kellene fog. Tehát ez a doboz, nem tudjuk, hogy mi van benne. Hát igen. Őszintén, egyikünk sem tudja, mi van benne, ez a jó benne. Én nem néztem. Azt tudom, hogy vannak benne csapatok, ugye? Biztos, hogy van a United csapat például, meg talán Norvégia. Talán egyet megnéztem. Én vissza rezervre nyomotta a brékeket. Azt hiszem, én egyet néztem végig. Gyerek, hogy itt a háttérben folynak a brékek is, Mr. Brékel. Szóval én ezekbe belekerültem egy spot. Részt vettem egy spotba én is. Azt hiszem volt United-em, Villarreal, meg ezek. Nem tudom a többit. Szóval igen, ilyen spotokat kapott. Igen. De nem tudja, hogy mik vannak. Elindult ez már több hónap. Szóval nem is tudom, hogy mik vannak benne. Olyan durva lap, direkt megnéztem ezt. Olyan durva lap volt benne. Igen, voltak halán mezdarabos, de mindegy, a brékekről... Figyelj, mi szerint szeretném, hogy brékelj a csatornán. Hát, azt nem tudom, hogy kivitelezhető, vagy meg fogom csinálni, de... Live-ból majd brékelünk. Azoknak a brékeknek a szabályom, és én ezt Discordon van csak egyelőre, nem tudom, hogy tovább fejlesztjük el, majd a nem tudom, Zalán, most itt nem beszélünk videóban, majd meglátjuk. A lényeg, hogy brék is folyik itten. Egy pár barátunkkal közösen, na nézzük akkor... Remélem, megnyerem. Hogy hogyan folyik itt ez az esemény. Szerintem először kezdjük ezeket. Ja igen, még a break ugye nem az övé, tegyük hozzá. Ő ugye ez részvett, meg kell, hogy nyerje. Szóval tényleg írásban meg kell, hogy nyerje. Ehhez van egy csomag, most nem tudom. Egyet tudok, de... Kőpapírrullunk van, igen. Nem fogok leszpoilerezni. Ja, hogy egyre emlékszel. Na nézzük, igen. Akkor figyelj, annyit mondok neked, hogy most megtartod a csomagodat, vagy nem. Nem, aztán elbeszéltük. Nem tudom, jó, megtartom. Oké, okay, akkor elkezdem én, hogy izguljál te. Jó, ha nyitok egy momentumot, akkor instant. Hoppá, nem jó az így. Kérek egy oldalt, nem szeretném megsarkazni. Múltkor is sikerült megsarkaznom. Addig itt már levágtam. Jó lesz a régi is. Én jobban szeretek oldalba bontani, megszoktam már a brékekben is. Nézzük meg, hogy a prémium kártyák, ezért van a kesztyű is már. Ez komolyan vágod, letépted meg mi az? Ugye a prémium kártyákhoz kesztyű mindenki kell. Gumikesztyűben nem szeretek bontani. Gumikesztyű. Hát igen, azt szokták a fekete gumikesztyűben, én nem szeretem. Én ezeket szeretem, de ugyanúgy nem sírnak a kártyák természetesen ezekben, sőt sokkal jobban. Na nézzük akkor. Az első, egy Anderson, Zachar Gini, nem tudom kicsoda. Delikt, Bayern München titán kártya. Szóval pontszámunk, ez a 265, úgy de jó leszünk. 219 egy pontszámú, Sommer, 211 pontszámú, Boré, Elmen Boré. Hát már meglátjuk, nem kell, egy pár jobb, akkor már is nyersz. Ugye Morata 222-vel és 228-as Zané, szóval tímjéteim egész jók voltak itt pontszámügyileg. Aztán van egy nagyon durva titánom 265-ösen nyilván. Nézzük persze te pontszámaidat ennek a break párbajnak. Mi lesz itt a lényege? Ez ród. Egy ród. Az viszont elég jó. Azt a mindenit, hát nem jó, hogy jó kettőt volt. Ez az, gyerekek, mi a dolog? Hát ott nincs. Plusz 5 pontot különben kaphat. Vagy hogy mondjam, Lemer, Alvarez, illetve Stefan. Van egy brékem? Nem. Hát miért nem? Várj, nézzük meg. Ez nagyobb. Oké. Ezt már ezt én elvittem. Oké, innen játsszuk le. Ezt elvitted te. Oké. Nekem van egy 21-esem. Igen. És ezt is elvittem. Oké, 2-1, na. Várjál, van egy 23-os. Csapodj le. Akkor ezt is elvittem. Jó, azt így is átadjuk, de van, hát azt meg nem nyerted ezt a kettőt. Hát akkor... Várjál. Mennyit nyertem? 3-ot. Akkor te is 3-ot. Azért mondtam, de... Nem jó. Ugyebár, jó, oké, legyen akkor a break tartalma feles. Na nézzük. De én kiválasztom olyan felét. Tegyük végre, ugye itt vannak a durvák, a paninik most bejöttek. Muszáj volt valahogy lejátsszuk, mert nem szerettem volna csak így neki adni. Hát, meg nem is lesz csak úgy. De igen, most óvatosan, mert nem tudom már, hogy van elcsomagolva. Hogy ezek postakészen, rendesen postakészen vannak. Már felejtettem, hogy az Alának is van. Úgyhogy nézzük. Na, a tetejét, úgy. Jó öreg, 4 éves bicska. Oké. Okay. Annyi idős, mint a csatorna. És itt vannak gyerekek a breaking time. Úristen, az nezdarabos majd, nem?
Ne viccelj, az is van. Nem tudom, tényleg elfelejtettem, hogy miket vannak neked, de vannak itt a cuccok. A topló deresek már eleve jobbak, ugye bár, hiszen látom, vannak a topló deresek. Kezdjük figyelj. A kisebb cuccok. Ó, a kicsiben vannak a durvák. Jó, te gizi, azt már tudom. Na jó, kezd el, gyerünk csapat, és majd adok szendeket, hiszen biztos, hogy kelleni fog egy pár. Valószínűleg, nem tudom, milyen bár lett a bréket. De ez a jó brékben, hogy olcsóbban tudtok, sokkal durvabb spotokat szerezni, és a kártyákat olyan kicsit. Dobozokat bontanak, 1000 forintos spotok, meg 1000-2000 forintos spotokból olyan kártyákat tudtok szerezni, mint ezek, vagy ennél sokkal jobbakat, hiszen volt, aki mezdere most találja a titót. Na nézzük! Na szóval akkor folytassuk. Úgy be van ez csomagolva. Zánok, oly, jó van. Ó, van, milyen jobban. Kártyavédelem, tudjátok, hogy az első a kártyavédelem. A csapatok szerint vannak ugye vár, és a nevet majd ugye takarod, a nevünk is, de hát mondom, hogy ezt szerint kivakarodszom. Várjál, ezt így, nézzük meg, az jó, ott a név is rajta. Az Ácsi minál mindegyiken lesz majd neved, hiszen spotoként vannak a nevek, vagyis hát az én várjál. Nevem van. Itt bontom, rászokjuk a fészkembe is. Oké, okay, na csapat, opa, lehet itt a bár. Na igen, hát. Itt bontjuk, tényleg a fészkembe. Na, szóval, opa, Benát Ibrahimovic, ez a... Az új, ne? Ugye? Igen, Tops. Új Tops kártya. Champions League. Decathlon. Nagyon jól néznek ki. Ácsi Milán. Tonali az látod? Viszont már jó. Ácsi Milán. Zalán odafigyel, nem látom. Elég jó. Következő egy Giroud. És egy... Future Stars is van. Nem is nézem. Kalin. Tehát van Ácsi Milán full settünk. Várjátok, megnézem, hogy... Igen. Igen, rajta van. Így fogunk. Hátulról visszafele jönni. Bocsánat, szedd ki szét a kesztyűbe. Itt van a is. Igen, a toplód, és itt még vannak cuccok. Egyelőre most nem kapott állvány semmi. Na mi lesz az? Ez a szelek, nem? Ja, tudom ki. Szelek? És egy sima lap. Rúki Márkinyosz. Ez rossz. Egy szelek kártya. Igen. Premier ilyen League. Is van. Select. Ezen is rajta van, ugye. Mindegyiken rajta lesz, igen. Hiszen a brékeknél nem lehet összekeverni másokkal a spotodat, és automatikusan mennek rá a nevek. Csak hogy szólok, srácok, igen. Nem szépen, hordom ezt az egy topóderest. Az összes topóderest, nem? Ja, nem? Klik. Klik, ugye? Klik. Melyik csapat volt a tiéd itt? Ez a Leeds. Oké. Klik. Engli... Elling. Aring. Utána... És ez mozaik, ugye? Premier League mozaik kártyáktól beszélünk. James... Ger... Gerhard. Gerhard. Rookie. Egybe fogom tenni, és nézzük akkor a top loaderest. Dallas. Egy mozaik prism. Jelen kártya. Prism kártya, nagyon durvák. Ennél valószínűleg lesz még jobbat is, de mindegy, hogy te tesztendre. Szóval ez az utolsó nap a durva. Azt láttad, igaz? Azt láttam. A Villareal. És ebben elég. Szóval srácok, közben Hunter rosszul alakodik folyamatosan. Na, nem győzünk bele, igen. Hol tartottam? Utolsó kártya durva, ugye? Te, hogy emlékszel rá, hogy Villareal-nál, amikor spot volt, hogy mit... Elmondjam, hogy mi az? Hát nézd, mert emlékszem valami számozott, nem? Igen. Nézzük akkor. Ez a számozott, ezt félretesszük, meg ezt... Ez micsoda? Nem tudom, ezt mondtam, hogy azt, hogy tudod, mik vannak. Oszta! Ez a durva doboz! Ez az Elite, Dan Ross Elite kárták is vannak. Tenni. Igen, abban is fognak brékek. És ez melyik csapat volt a tiéd? Akkor Villareal, igaz? Na, szóval gondolj, csapassuk, ezekben nagyon jó kártyák vannak. Eszméletlen gyönyörűek, te nem is találkoztál a kártyákkal, mit szólsz hozzájuk? Hát azért így élőben sokkal jobban néznek ki, mint egy a kártya, TikTok lányban. Igen. Torres, Moreno, Hoyt, Raúl Albiol, Parejo, azt hiszem a legnagyobb néve ebbe a csapatba. Banea, Ruki. Jó néznek ki, igaz? Átoldala, amúgy ezt nézted, ugye ott meg az infókot na, láttam, csata, a kártyáról, ugye, és a csatáról, játékosról. Ruki Jackson. Lokelso, az, ez is nagyon tetszett. Ezek nagyon jó, ezek az elit. Pino. Most mi volt? Ma minden ellenünk van, srácok. De az áram is van, nem minden nem ellenünk tudom. Van. Nem tudom, igen, folytatom. Nem tudom, ez a nap. Hát ellenünk van. Ilyen ők is van. Van ja, az a neves lap. Igen, ezekből Ray-Ban. Váltok. Nincs aláhúzva, hogy melyik van meg. Na mindegy. Bane. Ez a Spellbound kártyák. Ezekből a nev, játékos nevét tudod ki a rakni, látjátok, hogy béna. Ez nagyon értékes, ha megvannak, igen, ez úgy értékes, hogy a gyűjtőknek, főleg persze. A rukilak, meg kell, meg, hát nehéz kigyűjteni, és hogy meg kell vegyen majd a többit. Ki az egész sorozatot, hogyha megvan. Szóval van egy bénánk, ruki, hát, az eleje. Hát, ez a durva lap,
Amit én tudok, igen. Én nem leszek már rá, sajnálom. Kapué, ott a számozott 93/40. Tehát ez egy stand-egy, van egy számozó kártyád is, gratulálok. Nagyon jól néz ki amúgy. Szóval a spotod ára már vissza is jött. Öcsi megérkezett, akar itt lenni velünk? Sziasztok! Na, öcsi, nézzek, ilyen duralapjaink vannak. Vannak itt bőrvaságok. Na ezt bonts ki addig, az egy számozott. Tessék, bonts ki itt valahol. Várj, ott lesz megint a név. Oké, visszarakta. Így. Ha széttépjük. A pukkanó fóliát. Szerintem, hát én ebben ezt már nem tudom, ezt a bréget, ezt már nem néztem. Chelsea-ink is volt. Minden van, nem tudom, hogy volt. Mondom, hogy nem néztek rá. Sajnálom talán. Ez egy több, mint egy hónap. Szerintem kezdem a legalább. De Zsorzsinyót biztos. A legalább. Az a legdurvább. Ilyesz a végén hagyjuk akkor. Azok a legdurvább dobozokból vannak. Juventusunk is hobby boxokból, sajnos neked aláírt összem nem jött, de azokban garantáltam van aláír. És mondtad, hogy volt valami dobozok, de nem emlékszem már. Igen, na nézzük akkor. Mi volt? Itt kihozzuk. Nézzük. Megyből egy... Ez a Norvég, igen. Ez az Orin. Arusens. Ez nem fog kapni. Ez egy paralel, igen, nem számozott hát kártya. Hát nem jött Csarnos Haaland, azt hiszem. Norvég Arsenst, igen. Mohamed. Ő de gord azért a másik legnagyobb név a hát, most nekem norvégok mondta. Közül. Azok nagyon jól nézik. Locatelli Juventus, vagy... Optik. Prism kártyája, ez nagyon jól néz ki, gyerekek. Ez egy durva ez kártya. Ez egy Thanos, igen. Hát én most rakom, ez nagyon jól néz ki. Miretti. Most nekem adja. Jó, Kusán Vlahovic, Juventusunk is van. Locatelli simába. Ez mind Juventus lesz igen, akkor. Igen, Bonucci. Ez a Dan Ross. Oh. Locatelli dupla. Hát jó, hát most jött dupla, annak tudunk kárni, ugye mindent megkapsz. Ami a, persze. Ami a csapatodban volt, nagyon durva. Melyik? Ez amelyiket van. Akarod? Ezt akarom. Ebben elég sok van. Akkor az megint a Lili lesz, a score, nem? Igen. Azt hiszem, hogy scoreod is volt. Igen, ez a score. FIFA score. Break. Van papírt is kaptuk. Ajándékot. Na nézzük. Itt, nem tudom melyik csapatok. Milán. AC Milán. Igen. Revics. Szóval Milán. Nem, ez már Argentina is volt. Igen, minden benne van. Nézzük. Di Maria. Brozovic. Inter. Nem mondom a csapatokat, csak a neveket. Igen, ez bevezésed lett. Igen. Nem tudom beszélni. Igen. Dani Olmo. Dimitri Payet. McKinney. Bremer. Lisandro Martinez. Barak. Enzo Fernandez. Ansu Fati, Cristian Romeo, Virgil van Dijk, Romero, Pau Torres, Eder Militao, Carlos Sorel, João Cancelo, Captain Adams, Locatelli és Kim Min-jae, aki elég jó lap amúgy. Hot rookies. Hát mert ugye hol játszik most a na, hát itt Bayernben? Akkor ezt tudom. Jöjjön ez a Dan Ross, igaz? Utána pedig megnézzük a Chelsea-t. Dan Ross. Elit, ez is azt hiszem, igen. De nem tudom, hátuljából azt hiszem. Azt tudom, hogy mi voltak benne. Én sem tudom, hogy melyik csapat ez már. Igen. Ó, micsoda, Elit. Igen, mondtam, ez Dallas Elit, Barry. Azt mondom, na mivel kezdünk? Szóval ide teszem. Nem tudom, na csináld akkor. Bailey, azt mondom, itt Ramsey. Az Elit ugyanolyan, mint a... Az Elit nagyon durván néz ki. Igen, ezekben most mind majdnem komszerűk vannak. Igen. McGinn, ez durvában néz ki, mint a spanyol. Ramsey. Hoppa, szökik. Igen. Még egy Ramsey. Knossa. Ings. Luis. Ruki. És Csukumueka. Csukumokvakze. Csukumokvakze. Na jó, most tovább, mert már alasztottam, mennyi időnk elment, de nagyon ugye így mi gondoskodunk a kártyák védelméről. Természetesen az értékesebb kártyák top loadert kapnak. One touch-ot. Micsoda? Az utolsó? Igen. Ne. Várj, mert mindenféle finomság van. Na nézzük a finomságokat. Daros Mount. Chelsea-ből van. Igen, Chelsea-ből. Most már még, ugye most már a United-es. Ez a Daros, igen. Havertz. Nem az Elite Series. Hanem a sima, nem? Igen, lehet. James. Gallagher. James. Gallagher. Sterling. Ez nagyon jó, Zero Gravity Mendian. Mendy. Elite Series. Koulibaly. Már nem itt játszik. És van egy Morvez. A kedvencem. Havertz, illetve a csapat. Zsorzsinyó. Aztán ebben volt valami más színünk is. Itt van. Ott van a Zsorzsinyó. Na nézzük. Ez a orange. Igen. Nem számozod, elég jól ez néz ki. Ez egy paralel ritkább színű, meg a, ugye ritkább a kártya maga is, szóval ez egy értékesebb lap. Már is elégeztünk az utolsóhoz. Az valami durva van benne, Mr. mondta. Ő is akar bontani valami durvát. Nem tudom, mi van benne. Ja igen!
Ez a United-od lesz, és nagyon a durva. Számozottak nincsenek benne, de a legértékesebb, hiszen van benne. Beverton melyik van? Brentford. A Brentfordunk van, igen. Selectek, ezek nem nagyon drága szériák már. És Brazlán. Nagyon jó kártyák. Hecky, Ayer, Brouthampton. Igen. Kerkez új csapata, Cook, Tavernier, United, Fernandez, Malásia, Anthony. Na és akkor és a kettő nagy ágyú. Mármint ami csak nem számozott, azt hiszem, hogy emlékszik pont. Garnacho, ossza mindenit. Select, rookie, prison. Garnacho. És van még egy durva. Szóval Garnacho minden mennyiségben nagyon durvák a kártyák. Ezeknek az értéke már azért pár ezer forintot most azonnal tesz. És a későbbiekben tovább fog növelődni. Na, szóval... Szóval ezek a gárnácsok lehet értékesebb, mint a számozottunk. Ez a kettő kerülkezik, vissza. Jó, a többi lehet a tiédé felül, persze. Jó? Az mind a tiédé, na nézzük akkor, ott egy gárnácsó, meg még egy gárnácsónak adunk standard, amit a szívük feltöd őket. Ezt levesszük. Szedd le akkor, és tedd fel a gárnácsó papát. Ez egy gárnácsó papa az. Na, szóval ilyen a breaks, neked most értékesebb annyira nem volt, de nagyon nem szívül jött kárták. Javály, de nem szomorkodunk, hiszen jött és számozott, arra is kevés esély volt amúgy. Én ennyi pénzben egy hobby dobozhoz nem fogsz hozzáférni, úgyhogy szerintem megéri brékelni. Hát igen. Hát az is olyan, mint a szerencsejáték amúgy. Kell hozzá, az is neked annyira nem volt, viszont nem is buktáztál rajta, hiszen mondom, Garnachókkal már nagyon jól lehet, jártál. Viszont ezek nem az alapkártyák, hanem azt a... Azt hittem, hogy ez 3D-s, most hiszem, nem? Nagyon durva, basszus. Ezt figyeljétek. Most nem adjál úgy át, gyerekek, még a közönség is nagyon durván látszódik. Nem adja úgy át a videó, mint ahogy valójában néz ki. És az, ezzel van az első breakpár, hogy nem tudok mit mondani, nagyon tetszett igazából. Reméljük lesz még azért ilyen, meg lehet megpróbálom itt is breakelni, mert YouTube-on. Viszont nagyon szeretném, hogy itt is csináld, breakeljünk. Hát azt még nem tudjuk, na meglátjuk. Én is húzok kesztyűt meg ilyeneket. Na biztos, hogy nem. Break a 18 éven felülieknek szól. Akkor te csak te breakelsz. Én még itt leszek a kommentben. Így van. Srácok, mint látjátok, én nagyon szeretném a breaket. Rá fogom venni még, mit szeretném, hogy csináljon. Itt is eljön velünk. Hozzon létre nekünk valami külön profilt ide. Na, jó, oké. Hát ezért köszönöm meg a figyelmet. Srácok, azért köszönöm a figyelmet. Találkozunk következő videóban. Sziasztok! Sziasztok.